Főhős. Egy rendhagyó portréműsor a Biblia ismert és kevésbé ismert hőseiről. A teremtéstől kezdve, korszakokon átívelve. Ismerje meg velünk a Szentírás legfontosabb szereplőit, életüket, motivációikat, szenvedéseiket vagy éppen felemelkedésüket. Főhős. Most a Hitrádióban. Császár Enikő a szerkesztő nevében is szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Főhős következő része, és folytatjuk Mózessel kapcsolatos adásunkat. Vendégünk dr. Ruf Tibor, teológus, filozófus, a Szent Pál Akadémia docense. Szervusz! Szervusz, és most is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És a hallgatók figyelmébe ajánlom az előző adásainkat is. Az első részekben eljutottunk Mózes életében az első 240 évet tekintettük talán át, aztán a második részekben pedig azt a szakaszt vizsgáltuk meg, amikor az elhívását megkapta, és ki tudta hozni Izraelt Egyiptomból, és körülbelül itt hagytuk abba, hogy kijöttek Egyiptomból, és innen szeretnénk folytatni akkor az elköltözéséig Mózesnek, és ezzel kapcsolatban lenne is egy olyan kérdésem, hogy kijönnek ugye Egyiptomból, és engem nagyon érdekel az, hogy mi a véleményed, hogy Izrael, ez mondjuk annyira nem Mózes személyhez köthető kérdés, de hogy Izrael hol válik néppé ebben a folyamatban, vagy Izraelt már népnek tekinthetjük akkor is, amikor Gósen földjén rabszolgaként él, vagy igazából ez Mózesnek az egyik feladata lett volna, hogy egy népet kovácsoljon ebből a közösségből. Hát tulajdonképpen erre utal maga a Tóra a Mózes második könyvében, mielőtt leszállna az Úr a Szináj hegyre tűzben, és előtte instrukciókat ad Mózesnek, hogy 3 nap múlva leszállok, stb. Ott van egy olyan, hogy lesztek ti nekem papok, birodalma és szent nép. Most ugye ott egész pontosan a szent nép, az héberül ott úgy van, hogy goy kadosh. Tehát magyarul szent góly, szent csőcselék, szent tömeg, szent, ugye a góly és az ám között az a különbség, mind a kettő ugye nemzetet, népet jelent, de az a különbség, hogy a góly az egy kicsit pejoratív, a ilyen masszát, tulajdonképpen egy ilyen tömeget, a masszát, a mass media, szóval ahogy az angolban ez ugye ugyanaz is, jelenít, fejezi ki, míg az ám az pedig egy szervezettebb, rendezettebb valami, ami nem csőcselék, nem tömeg, nem egy banda. Szóval... Tehát aminek van közös identitása, közös célja, ezt hát is érthetjük meg törvénye alatta? Például törvénye is van, meg mindenféle szervezettsége van, törvénye van, igazságosság van benne, bíráskodás, tehát elkezd az igazságosság is megjelenni, nem pedig egy ilyen barbár csűrhe, tehát ilyesmi a különbség. A golykadossal, hogy Isten ezt mondja, hogy golykados lesztek, tehát szent gólyok, szent tömeg, ugye fejezi ki azt, hogy ekkor még nem ám Izrael, hanem egyenlőre góly, de már kados, mert mint csőcselék, már ki van választva arra, hogy néppé legyen szervezve. Ennek első lépése, ezek objektív dolgok, tehát ez nem misztikum, az első lépése az a bírói rendszernek a felállítása volt Jetró tanácsára, amikor is ugye 10 főnként kijelölnek egy bírát, 50 főnként egy másodfokú bírát, 100 főnként egy harmadfokú bírát, 1000 főnként negyedfokú bírát, és az egész fölé legfelsőbb bíróként az Isten embere kerül. Ez azt jelenti, hogy a társadalom több mint 13%-a bíró. A múltkor kiszámoltuk, ma Magyarországon azt hiszem 3400 emberre jut egy bíró. Izraelben 10 emberre jut egy bíró. Ez egy óriási igénye az igazságosságnak. Tehát annak, hogy a nép igazságosság alapján szerveződjön. Ugye az igazságosság az egy hatalmas kincs. Jézus úgy fogalmaz, hogy
keressétek mindenek előtt az Isten országát és az ő igazságosságát. Ugye a Zsoltár úgy fogalmaz, hogy az Úr királyi trónjának erőssége az igazságosság és a jogszerűség, tehát az Isten trónjának az erőssége, tehát az Isten uralmának a stabilitását egy közösségben, hogy ott Isten uralma megvalósulhasson, azt az biztosítja, ha a közösségben az igazságosság érvényesülni tud. Tehát magyarul nem maradnak az egymással szembeni bűnök, vétkek kezeletlenül, hanem helyre van állítva a közösségnek a rendje. Ehhez bíráskodásra van szükség, és az, hogy a Tóra 10 férfire már elrendel egy bírót, hogy a mai magyar rendszerben ugye 3 fokozatú fellebbviteli lehetőség van, ott öt fokozatú fellebbviteli szint van, és hogy gyakorlatilag 100 ember között 12 bíró fog ülni. Tehát ugye, mert tehát részarányában, ez ugye az igazságosság érvényesülésének egy hatalmas igényét fejezi ki. És ez az első dolog, mert a 10 parancsolat csak ezután adatik, és utána már, ha megfigyeled, a 10 parancsolat után rögtön még ugye más törvényeket is mond Isten, rögtön akkor, és abban már olyan törvények vannak, amik már arra adnak utasítást, hogy a bírák hogyan viselkedjenek, hogy ne fogadjanak el ajándékot, vesztegetést. Tehát már számol a Szinájhegyre leszálló örökké való, amikor törvényt ad, ő már számol, hogy azzal, hogy már fel van állítva, mint az egésznek tulajdonképpen a néppé szervezésnek és az egész Tórának a csontváza tulajdonképpen ez a bírói struktúra, ami a gyakorlatban érvényesíteni tudja a Tórát. És rengeteg törvény innentől kezdve már úgy fog szólni, hogy a bíráknak szól, meg a bírákról. A bírák hogyan ítélkezzenek, 2 tanú, 3 tanú, 1 tanú szavára ne fogadjeni. Tehát a törvény nagy része a bírákat instruálja és szabályozza már utána. És újra mondom, hogy ez ugyanaz a pillanat, amikor már a bíróságok szervezése megvan, de az Úr még a Szinájra nem szállt le, 1-2 nap ez, és akkor hangzik el ez a golykados kifejezés, tehát, hogy tömeg vagytok, de szent, és akkor most elkezdődik a néppé válás. Hogy a nép, hogy mit jelent az, hogy nép? Én arra mindig azt a példát szoktam hozni, hogy a Teszvesz város. Tehát aki látta a Teszvesz várost, a népnek annak az a lényege, hogy ez egy olyan közösség, az ám, a szervezett nép, ahol mindenki otthon lehet a maga funkciójában. Tehát ugye a Teszvesz városban, ha jól emlékszem, volt 2 pávián, akik hajléktalanok voltak, de mint hajléktalanok, abszolút funkciójuk volt. Ők voltak a hajléktalanok a városban, és nélkülük az a város kevesebb lett volna. Tehát, és mindenki így is fogadta el őket, hogy ők a hajléktalanok, a másik meg a kovács, a harmadik meg a nem tudom ki. Ugye az eredeti közösségi népi létforma az olyan, hogy az egy szép létforma egyébként, legalábbis akkor, hogyha például az igazságosságban valósul meg, mert ott minden ember a maga képességei szerint és adottságai szerint emberséges módon el tud helyezkedni a társadalomban, és alapvetően nem kell szenvednie amiatt, hogy a nép többi tagjai mindenféle bántalmazásokban, meg megkárosításokban részesítik. Úgyhogy így indul el. És ugye még emlékezzünk meg arról, hogy ez körülbelül a pünköst, mert ugye a Szinájhegyre Istennek a tűzben való leszállása és a 10 parancsolat adása az pünkösd napján történt. Ami pedig azért különleges, mert itt van egy szimbolika is, hogy ugye ez pontosan 50 nappal van a
nem is a Peszachtól számolva, hanem a Peszach utáni első hétköznaptól számolva, tehát az első zsenge bemutatásának a napjától. Ez azt jelenti, hogy ugye a Peszachkor jöttek ki Izrael fiai Egyiptomból, azon az éjszakán, és ugye annak az ünnepe az az éjszakára következő nap az munkaszüneti nap, és a rákövetkező Nisán 16-a az az első zsenge napja, és onnan számolódik 7-7, azaz 49 nap, és a rákövetkező 50-dik az a pünkös. Na most ugye ez a 7-7 volt, tehát az, ami alatt a kivonulástól eljutunk a törvényadásig, és az, hogy ez 7-7, ennek is van üzenete, mert ugye a 7 az a, hogy mondjam, a teljesség száma, az eskü száma, és az, hogy 7 van belőle, az azt jelenti, hogy a teljesszer teljes, tehát teljesen teljes. És mi az, ami teljesen teljességre jut ez alatt, a 7-7 alatt? Tulajdonképpen a szabadság. Tehát ugye Mózes első tette az Izrael megszabadítása volt a peszachi bárány által. Ez egy kegyelemből való szabadítás, nem Izrael erkölcsi állapotán nyugszik, hanem az atyáknak tett ígéret tett Isten köteles beteljesíteni, Izrael erkölcsi állapotától függetlenül, mert ezt az atyáknak ígérte meg, plusz meg is esett a szíve a hozzá kiáltókon, meg az idő is lejárt, amit Ábrahámnak mondott, és ezért Isten saját akaratából, tehát nem Izrael erkölcsi állapotától indítatva, hanem a saját kegyelméből és irgalmából, a bárány vére által kiszabadítja Izraelt, amely akkor még egyáltalán nincs jó erkölcsi állapotban, és mégis megszabadítja a fogságból. Emlékszel, hogy beszéltünk róla, hogy Mózesnek, amikor még 40 évesen ugye megöli az egyiptomit, meg utána megpróbál igazságot tenni két zsidó között, akkor tulajdonképpen az egész elhívásának a két leglényegesebb pontja nyilvánul meg. Az egyik a szabadítás, a másik pedig a törvényadás. A szabadítás volt először a peszachi bárány által, mint szabadító lép föl Mózes, nem mint törvényadó, bár a peszachi bárány egyébként időben először van ott akkor elrendelve már, mint ünnep is. És utána 7 hét múlva kezdődik meg a törvényadói munkája, és ebből tudhatjuk, hogy ugye bizonyos értelemben a szabadságnak kellett teljesen teljessé válni 7 hét alatt, és ennek van egy nagyon nagy etikai tanulsága is, az pedig az, hogy csak szabad embernek lehet törvényt adni, rabszolgának, tehát akinek nincs szabadsága, annak nem tudsz törvényt adni, mert annak úgy mondom felelőssége sincs, nincsenek saját döntései. Annak lehet törvényt adni, akinek lesznek saját döntései. Egy szabad népnek lehet törvényt adni. Ezért Isten előbb szabadít, és utána ad törvényt. Ez is nagyon nagy tanulság, mert az új szövetség is így működik, hogy kegyelemből megszabadít, és aztán a szellem, ahogy ugye pünköst, nem véletlen, hogy pünköst, leszáll tűzben, és nekünk a szellem írja a törvényt a szívünkbe a tűzzel, amikor leszáll ránk, de a Szentlélekkeresztség ilyen értelemben egy törvényadás is, csak az a szív belső törvényét erősíti meg és adja meg. És előbb megszabadít, tehát először bűnbocsánatot ad, kegyelmet ad, megszabadít, kiszabadít, a megtérésben, vízkeresztségben, és aztán a szellem által pedig törvényt ír az újjászületett hívő szívébe. Tehát az is gyönyörű, hogy Istennél a szabadítás mindig megelőzi a törvényadást, mert nincs is értelme egy rabszolgának törvényt adni. Törvényt adni szabad lényeknek van értelme.
Tehát tulajdonképpen most ilyen ebből a szempontból nézve most a Mózes átlép a következő szolgálati szakaszába, a törvényadói szakaszba, és hát kezdődik meg Izrael néppé szervezése, ami ugye egyébként néhány hónapig tartott volna. Konkrétan ugye a Szent Sátrat egy évvel a kivonulás után már fölszentelik, tehát egy év alatt ott mindent el lehetett volna rendezni, maga az út pedig 3 hónapnál nem hosszabb. Ezért, hogyha ugye a Szent Sátor felszentelése alatt meg után nem tört volna ki 7 darab lázadás Mózessel szembe, és most a 7 alatt csak azt mondom, amelyik már a Szent Sátor felépítése után az elinduláskor történnek. Ha azok nem történtek volna, akkor ugye ez nem 40 év lett volna a sivatagban, hanem csak 3 hónap. Hát aztán ugye ez lesz pedig Mózesnek a 30. 40 éve. Ez a munka, tehát a teljes tóraadás, és annak minden technikai, tehát olyanok is, mint például a Szent Sátor konkrét fölépítése, ami mindenféle fizikai munkák elvégzését is igényelte, és hát az lett ugye a középpontja Izraelnek, tehát ugye a táborozáskor is mindig úgy táboroztak, hogy középen volt a Szent Sátor, és a 12 törzs keresztalakban a 4 égtáj felé táborozott, tehát mindig, ha a repülőgépről nézték volna Izraelt, akkor középen mindig a Szent Sátor volt a táborokban. Ez is mutatja, ugye Bálám sokan mondják, ezért nem tudta megátkozni Izraelt, mert amikor a hegyekről meglátta ezt a keresztalakban táborozó népet, akkor csak áldást tudott mondani, mert, és ez benne is van, hogy mi szépek a te sátraid, mint a folyóvíz mellé ültetett állóék, tehát, hogy olyan, mint egy ültetvény, úgy nézett ki föntről, és ezért nem tud átkot mondani, sokan mondják azért, mert egy rendezettségre, ami ráadásul kereszt alakú, arra nehezebb átkot mondani. Ugye a látás törvénye az működött ezeknél a ókori szellemi embereknél, számított, hogy mit lát. Ugye utána a bálák el is viszi egy másik hegycsúcsra, azt mondja neki, hogy most inkább innen átkozz meg, mert innen nem látod az egészet, csak egy részét. Tehát ők tudták, hogy ha esetleg nem látja ezt a rendet, vagy ezt a kereszt alakot, akkor lehet, hogy tud átkot mondani, de hát aztán így se sikerült. Ez most talán nem kitérő volt, hanem azt akarom ezzel elmondani, hogy Mózes egy nagyon-nagyon, hát mondanánk szinte germános rendezettségbe szervezte egész Izraelt, tehát az, hogy még a táborozásuk is ekkora rendezettségben zajlott, és független attól, hogy 3 napra táboroztak le, vagy 3 hónapra, mindig ugyanebben a struktúrában táboroztak, és ezt Isten nagyon részletesen előírta, ugye, centire pontosan, hogy mekkora deszkákból kell lenni a Szent Sátornak, mozdulatra pontosan, hogy kell az áldozatokat bemutatni, és ugye így fölállítja a teljes istentiszteleti rendszert, közben ugye rengeteg erkölcsi természetű parancsot ad, és nem utolsó sorban egy államot is fölépít, mert ugye állami törvények is vannak itt, mert például az, hogy ne kövessel házasságtörést, az egy erkölcsi parancs, de az, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni halálra, az egy államigazgatási parancs, ami ugye bíróságokat és végrehajtó hatalmat feltételez. Amit el is rendel, ugye Sóftim, vagy Sótrim, bírákat és felügyelőket állíts minden kapuidba. A felügyelő, Sótér, az a ma Izraelben a rendőrt hívják Sótérnek, tehát rendőrség felállításáról gondoskodik, és bíróságok felállításáról gondoskodik. Minden városban, az ugye jelenti minden kapuban, hogy a kapuban üléseznek a bíróságok, az azt jelenti, hogy minden tárgyalás nyilvános, tehát a faluban mindenki hallja,
hogy mi van. Bele is lehet szólni, hogyha igazságtalanságok történnek. Tehát a csőcselék, a barbár horda átalakul egy gyönyörű szép ékes rendben és szervezettségben élő, magas etikai normákat, erkölcsi normákat fölmutató, nagyon-nagyon ideális közösségé. Hát ideális lett volna, hogyha megtartották ugye volna, de egyébként hát ezért jó Mózes életének egyébként nagy drámája, hogy ugye élete végén 5 Mózes 30-as fejezet 30-tól többször is kibukkan, hogy Isten világosan megmondja neki, hogy nem fogják megtartani a törvényt. Tehát, hogy Mózes teljesen tudatába volt annak, hogy micsoda rossz pályára fog térni Izrael, nem feltételes módon, tehát Isten kijelentette neki, hogy ez meg fog történni egészen a végső szétszóratásig, és azonnan való végső egybegyűjtésig, tehát ugye Mózes előre átlátja már Izrael egész történelmét, és ezt ott meg is fogalmaz. A későbbi profétai könyvek már mind csak azt színezik, amit a Mózes ott a 30-as fejezetekben egymás után megfogalmaz. Amikor majd elkövetkeznek rád mindezek, az állás és az átok, és szét leszel szórva a föld végső határáig, nem feltételes módban mondja, tényként közli. De én tudom, hogy miután én meghalok, el fogtok térni, stb. Ugye így mondja Mózes a népnek. Tehát bizonyos értelemben egy drámai sors is ez, a Martin Buber írja a Proféták hite című könyvében azt a nagyon-nagyon okos észrevételt, ugye a proféták, hát legalábbis az ószövetségi proféták létezési tere a kudarc. Tehát őnekik azzal kell mindig szembenézni, hogy a saját életükben nem valósulnak meg azok a dolgok, amiket ők hirdetnek, de azok akkora értékek, hogy akkor is ezt kell hirdetni, és azt a reményt, hogy ezek egyszer megvalósulnak. Szóval hát ezzel a hatalmas munkával telik aztán Mózesnek az utolsó 40 éve, és hát eközben ugye 7 lázadás robban ki vele szembe, hát legalábbis az elindulás, a Szinájtól való újraindulástól számítva, mert előtte több is. Ugye az aranybórjú ügyet már múltkor érintettük, az is egy hatalmas fordulópont.